Flox paniculata Ringström nevezetű fajtát szeretném önöknek bemutatni. Hát egészen fantasztikus ez a gyönyörű szép rózsaszínes szín. Ugye ez elméletileg ugye július elejétől virágozna. Most azonban nagyon szépen korán indult a szezon. És nagyon kedves, finom bódító illata van, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki illatos kertet szeretne. Igazából ugye azt kell látni, hogy most június közepe vége van, és már most virágzik ugye itt nekem a konténeres állományban. Tulajdonképpen egészen szeptemberig képes virágozni, nagyon szépen megújul, nagyon szépen folyamatosan hozza a virágait. Tehát picit közelebb jönnek, akkor azt lehet látni, hogy vannak bimbók, vannak félig kinyíltak, és vannak teljesen kinyílt szirmok. Hát jellemzően olyan 100 cm-es magasságig képes megnőni ez a növény. Hát, most mellé állok, akkor jól lehet látni, hogy mennyire szép nagy növényeket forgalmazok, amelyeket akár így virágos állapotban is ki tudok önöknek vinni, de hát menjünk ki egyet és nézzük meg, hogy hogy néz ki egy ilyen floxom. Hát kérem szépen így, jellemző munkafolyamat náluk, akár kertbe kiültetve, akár balkonra, tulajdonképpen egy dolgot kell vele csinálni, folyamatosan, ahogy nő a növény, mint ahogy nő ugye a hajunk, folyamatosan, ahogy nő maga a növény, alulról az elszáradt részeket, elsárgult leveleket, azokat szépen le kell szedegetnünk, és akár egyesével, vagy mondjuk hármasával, vagy akár ilyen tömbökbe is lehet ültetni. Természetesen itt most nagyon közel vannak egymáshoz ezek a floxok, érdemes, hát jellemzően mondjuk egy olyan legalább 40-60 cm-es tőtávot alkalmazni, és akkor ezt a nagyon szépen könnyen megújuló, kedves lombozatú, egyébként pedig, hát tartását tekintve egy igénytelen növénynek mondanám, de mégis különleges megjelenésítetlen. Azt gondolom, hogy viszonylag kevés magyarországi házi kertben lehet ugye ezt a növényt, ezt a nagyon szép rózsaszín virág zuhatagot látni. Tehát aki megpróbálja, az egészen biztosan hát sikerre számíthat az ismerősei körében is, és hát természetesen ő is minden nap fel fog üdülni, amikor a kertjében, az évelőágyban ezek a nagyon szép floxok pirítanak majd.